Milyen lenézi a vidéken élő embereket a baloldal, erről ír a magyar nemzet. A lap szerint bajnai Gordon aktivistái gyűlöletkampányba kezdtek, és sértő kifejezésekkel illetik a vidéki szavazókat. Több baloldali lap, köztük a 444.hu festéket nem tűrő hangvételben tett megjegyzést a magyar közállapotokra és a társadalomra. Ugyanakkor korábban a baloldal bukott jelöltje, Márkizai Péter is számos alkalommal sértette meg a vidéki embereket. Analfabétának, alkoholistának és önálló akarat nélküli zombiknak állították be a vidéki lakosokat Bajnai Gordon aktivistái, írja a Magyar Nemzet. A lap szerint a baloldali szavazatszámlálók a választás után gyalázkodásokba kezdtek a falvak és községek lakossága ellen. Egy baloldali aktivista egyenesen primitívnek, ostobának és tudatlannak írta le a heves megyei gyöngyös oroszi roma lakosságot. Egy másik szavazatszámláló pedig gyakorlatilag értelmi fogyatékosként mutatta be egy Somogy megyei falu népességének jelentős részét, számolt be a magyar nemzet. Az egyik aktivista a nyugdíjasokról alkotott nyomdafestéket nem tűrő véleményt idézem. Fogalma sincs, mi történik körülöttük, a tüdejüket meg a májukat külön szatyorban hozzák. Egy másik baloldali delegált pedig azt panaszolta, a vidéki szavazók büdösek, idézem. Az egyik helyen olyan büdös volt, hogy majdnem visszafordultam a küszöbről. A választás óta több ellenzéki média munkás is gyalázkodásba kezdett. Csáki Judit, baloldali újságíró visszataszító stílusban becsmérelte a kormánypárti szavazókat. Szerinte Orbán népének nincs perspektívája, nincs iskolája, foga kevés, szemüvege eltörött vagy nincsen, rosszul lát, elhízott és tönkrement. A baloldalban lassan bevett szokásá válik a vidéki választók rágalmazása. A sértegetésekkel Márkizai Péter sem tudott leállni. Az eszünkkel kell, kell kitalálni azt, hogy hogyan lehet embereket meggyőzni, az, az agymosást semlegesíteni, az információkat eljuttatni vidékre, hogyan lehet meggyőzni emberek, embereket arról, hogy hazudnak nekik. Tehát ezt az ellenzék valóban eddig nem tudta megoldani. Márkizai Péter egyébként kampányában többször is sértő megjegyzéseket tett, többek között a vidéki emberekre hogyha egy vidéki városban a Fidesz összegyűjti a legjobb embereit, akkor valószínűleg egy keresztényt nem tudnának megfejteni. A bukott jelölt később azt fejtegette, hogy a vidéki nők helyesírása rosszabb, mint a férfiaké. Ez a vidéki Fidesz szavazó küldött nekem egy teljesen megfejtett keresztény újságot. Tehát fantasztikus. Ez a szegény az, hogy lehet hogy, lehet, hogy az, hogy nem tudom, a helyesírási alapján gondolom csak. Márkizei Péter nem először sértegeti a választókat. Korábban azt állította, reggel 10 órakor egy faluban kevés józan emberrel lehet találkozni. Azok is agymosodtak, ezért közülük csak keveset lehet átállítani a baloldalra. De többször használta a vidéken élő emberekre a szegény, tudatlan, bunkó és ostoba jelzőket is.